Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Pátokháza előtt, és a rendőrségi helyszínen is hamarosan folytatódik. Lubos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen a Fidesz irodának az ablakát betörték. Mikor vették ezt észre? Tudomásom szerint a reggeli órákban vették észre munkatársaim. Én magam percekkel ezelőtt értesültem erről a szomorú eseményről. Valóban itt a hátam mögött látható a Fidesz irodának az ablaka, ami meg van rongálva, hát vagy ököllel, vagy könnyékkel ütötték be. Nagyon sajnálatos ténynek tartom ezt. És én nem is emlékszem, hogy valami hasonló lett volna itt az elmúlt 5-6 vagy esetleg 10 évben. Én úgy gondolom, hogy erről nem beszélhetünk semmiképpen, nem volt olyan, hogy bármelyik pártirodát megrongálták volna emberemlékezet óta. Szomorú dolognak tartom, bárki is tette, hiszen ez vagy egy nagyon erős fiatalembernek egy meggondolatlan cselekedete, vagy pedig lenn. Az is elképzelhető, hogy a politikai élet olyan formában kezd bizonyos pártszervezetek által radikalizálódni, ami esetleg okot adhat egy ilyen cselekvésre. Semmiképpen nem tartom elfogadhatónak, és a politizálásnak, ha egyáltalán van köze az eseménynek a politikához, ilyen megnyilvánulásait mindenképpen elítélem. Úgy tudom, hogy feljelentést is tesznek az ügyben. Természetesen, hiszen ezt szó nélkül nem hagyhatjuk. A helyzet az, hogy bármilyen kísértékű is egy ilyen rongálás, a maga az elv az, ami elfogadhatatlan, természetesen teszünk feljelentést. És reméljük, hogy ilyen hasonló szomorú eseményről, aminek nem tudjuk tényleg a hátterét, nem kell beszámolnunk, és tényleg nem lesz a következő időszakban hasonló a városban. Hát ebben én is csak bízni tudok. Egy biztos, hogy a Fidesz helyi szervezete mélységesen elhatárolódik minden ilyen cselekedettől.